Jó estét kívánok! Műsorvezető társam Bódi Mátyás nevében is Morvai Noémi vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm ma este vendégeinket, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2016. évi tavaszi irodalmi gáláján. Tisztelettel köszöntjük az est valamennyi közreműködőjét, az írókat, költőket, színművészeket, zeneművészeket. Bízunk abban, hogy ezen a gyönyörű helyszínen, a felújított Pesti Vigadó dísztermében kellemes és tartalmas időtöltést, magas szintű művészi élvezetet nyújt majd előadásunk. A műsort a szerkesztők ezúttal is főként az irodalmi tagozat tagjainak alkotásaiból állították össze. Négy fontos esemény határozza meg mai gálánk témáit. Először is műveik előadásával köszöntjük az idén kerek születésnapi évfordulót ünneplő néhai és jelenlegi akadémikusokat. Ez évben augusztus 23-án lenne 90 éves Hernádi Gyula Kossuth-díjas prózaíró, dramaturg, filmforgatókönyvíró, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Január 1-én volt Kis Dénes, József Attila díjas költő, író, műfordító születésének 80. évfordulója. Május 5-én Lázár Ervin Kossuth-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja 80. születésnapját ünnepeljük. A 6 éve elhunyt Utasi József Kossuth-díjas költőnk versét is hallhatjuk a műsorban, akinek szintén nemrég emlékeztünk meg 75. születésnapjáról. Az est második felében elhangzó versével szívből köszöntjük az idén novemberben 80 éves Buda Ferenc Kossuth-díjas költőt, aki fiatalon az 56-os forradalom résztvevője volt, és akit ezért a megtorlások során börtönbüntetésre ítéltek. Ugyancsak az est második részében hallgathatjuk meg a 10 nap múlva 85 éves, idén könyvnívódíjjal kitüntetett felvidéki író Mács József gyönyörű prózáját is. Estünk során Cseh Tamással közös dalaik felidézésével ünnepeljük az idén 70 esztendős Bereményi Géza Kossuth és Balázs Béla díjas dalszövegírót, költőt, prózaírót, rendezőt is, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját. Vers összeállításainkban és a beszélgetések során köszöntjük majd azokat a nagyszerű költőket, akik idén, március 15-én magas szakmai kitüntetést vehettek át. A Kossuth nagydíjas Makkai Ádám, a Kossuth díjas Kis Anna és Serfőző Simon mellett a Babérkoszorú díjas Farkas Árpád és Király László verseiben is gyönyörködhet a mai est közönsége. A gála második részében sort kerítünk az irodalmi tagozat frissen megjelenő vers és próza antológiájának bemutatására is. Egész műsorunk során az elhangzó írásokban a 60. évfordulóra emlékeztetve sokszor felbukkannak az 1956-os forradalom és az azt követő keserves évek történetei. Az elhallgatás hosszú időszaka után fontos, hogy a kortárs írók és költők művei révén is felidézzük a sorsfordító 12 nap történetét, 1956. októberének történelmi jelentőségét. Első összeállításunk előadói Kubik Anna, Nyári Szilvia, Lux Ádám, Rátóti Zoltán, és Széjes Imre színművészek. Kis Dénes, az út. Lássa, ki szembe jön velem, számíthat rám, emberre ember. Mert mindegy, hogy hol vagyok jelen, mindig mindenért felelnem kell. És aki mosolyommal megy tovább, annak meghittebb lesz az út. Bőrén az én vonásom üt át, és biztosan hazajut. Mert mindegy, hogy hol vagyok jelen, mindenki bennem, és mindenkiben én. Emberségen át vezet a végtelen, s mások felé is az út, akár csak felén. Átlőtt szívvel, október 23-a emlékére. A fiúk előttem vonulnak,
mellükön lőtt seb a kokárda. Fiúk, ti édes kis suhancok, ezért jöttetek a világra? Hosszú a menetetek, vonultok megszentelő őszben. Fiúk, ez a ti ünnepetek, örökfényeskedő és időtlen. Kisöcséim, vonuljatok csak, arcotokon sírgyertyák fénye, legkülönbjei suhancoknak, legenda lesztek ezer évre. A fiúk előttünk vonulnak, hősei a leggyönyörűbb ősznek, vérvirágos kokárdát hordnak, és átlőtt szívükkel is győznek. Hernádi Gyula elfogyhatatlan. Elfogyhatatlan bennem az alázat. Minden semmiségnek építek agyagból házat. Elfogyhatatlan bennem a kín. De csak magamra mutogatnak gyűrükkel kötözött ujjaim. Elfogyhatatlanok bennem az arcok, görbeségük fölé aranylámpást tartok. Elfogyhatatlanok bennem a kések, szögletes jelekké hasítják a gömbölyű létet. Lázár Ervin, a fehér tigris. Motorok recsegő zajára riadt, falat mozgató tompa dübörgésre. Felült, feszülten figyelt. Páncélkocsik. Nyilván körülvették a házat, gondolta, meg akarnak ölni. Porrá lövik az épületet, vagy fölrobbantják. Kifüstölnek, mint egy dúvadot. Felugrott. A dögnehéz szekrényt egyetlen mozdulattal az ajtó elé tolta. Óvatosan kikémlelt a konyhába. Semmi mozgás. De a konyha ablakon keresztül jól láthatta egy páncélautó házra szegezett géppuskáját. A tigris elnyúlt testtel szemét lehunyva feküdt az oldalán, elégedetten, félelem nélkül. Nyugalma észrevétlen átterjedt a tárgyakra. A rendetlen szoba, a félretolt szekrény, az átszakított rács, a szétvert vasajtó otthonossá kezdett válni. S lassan-lassan Makos Gábor is megnyugodott. Rázendített a tücskök éjszakai kara. A monoton, békés cirpelés sértetlenül érkezett hozzá, mintha kint nem is állnának éberen figyelő páncélmonstrumok. Amikor felébredt, éles fénycsóva esett az arcára. Először azt hitte, valaki zseblámpával világít be az ablakon, de aztán rájött, hogy fényben úszik az egész udvar. Égnek a páncélautók reflektorai. Zavarodottan nézett körül. Olyan érzése támadt, mintha legintimebb dolgait lesnék meg. Becsukta a konyhára nyíló ajtót. Az ajtó résein így is beszűrődött hozzá néhány halvány fénycsík. Ettől már nyugodtan alhatott volna, hiszen vannak sokkal világosabb éjszakák is. Ezek a tolvajfények mégis idegesítették. Forgolódott, nem tudott elaludni. Felugrott, felkattintotta a villanykapcsolót. A szoba azonban sötét maradt. A villanyt is kikapcsolták. Félrelőtte a szekrényt és feltépte az udvari ajtót. Visszahökkent a szemébe csapó éles fénytől. Úgy érte a vakító világosság, mint az ökölcsapás. Az egyensúlyát is elvesztette. Belekapaszkodott az ajtófélfába. Mit akartok itt? Üvöltötte. Takarodjatok innen! A páncélkocsik némán álltak. Egy hang
egy moccanás nem hallatszott. Olcsátok el a lámpákat! Olcsátok el a lámpákat! Ordította. Felcsattant egy figyelmeztető lövés az utcán álló páncélkocsiból. Bizonyára a levegőbe lőttek, mert a becsapódás zaját nem lehetett hallani. Makos Gábor visszalépett a szobába, remegve támaszkodott a falnak. A tigris az ajtó felé fordulva állt, lekushadt, ugrásra készen, földön túli fényben égő szemét várakozóan Makos Gáborra emelte. Intézd el őket, menj, sziszegte. A tigris egyetlen ugrással szakította át az udvari rácsot, rávetette magát a legközelebbi páncélkocsira. Villám gyorsan mozgott. Mancsa alatt előbb recsent a páncél, mint ahogy felhangzott az első puskalövés. Megkezdődött a csata. A tigris úgy harapta át a géppuskák csövét, mint a csirkecsontot. Robosztus mancsa alatt recsegve repett a páncél. Néhány nehezebb lőfegyver is közbeszólt. Riadt emberi hangok kavalkádja szűrődött be Makos Gáborhoz, a félelem hátborzongató üvöltései. Aztán felbuktak a motorok, a páncélkocsik menekülni próbáltak. Most már nem lőtt senki. Eszelős emberi hangok rikoltották túl a motorok búgását. A riadt hangok miatt lépett ki Makos Gábor az udvarra. Hajnalodott. Akkor már csak egyetlen páncélkocsi állt az átszakított kerítés fölött, megrogyott kerékkel. Belelőttek véletlenül, vagy a tigris tette tönkre, nem tudhatta, de nem is törődött vele. Csak a páncélkocsi legénysége érdekelte, hiszen a fúriaként cikázó tigrisnek szemben láthatólag csak másodpercek kellettek, hogy kifejtse az embereket páncéljaik védelméből, mint dió belet a burkából. Állj! Kiáltotta. Ide jössz! A tigris szoborrá merevedett a páncélkocsi tetején. Makos Gábor felé fordította a fejét, mint aki nem szívesen hagyja abba a pusztítást. Gyere ide, mondta neki szeliden Makos Gábor. A tigris leugrott a páncélkocsiról és besonfordált a szobába. Halló! Kiáltott a páncélkocsi felé Makos Gábor. Élnek? Válasz nem érkezett. A szánalmasan szétcincált páncélkocsi, mintha térdre ereszkedve kegyelemért könyörgött volna. Makos Gábor félelem nélkül közelítette meg a roncsot, eszébe sem jutott, hogy rálőhetnek. Egy darabig fülelt a páncélkocsi mellett. Halk nyöszörgést hallott. Megsebesültek? Elhaló hang hallatszott belülről. A tigris. Ne féljenek a tigristől, mondta Makos Gábor, s hátra nézett, hát ha ott áll mögötte. De ezúttal, mintha tudná, mi a kötelessége, bent maradt a szobában. Nyugodtan elmehetnek, semmi bántódásuk nem esik, folytatta megkönnyebbülve. Átharapta a páncélt, mondta valaki belülről. Ne féljenek, a tigris hallgat rám. Visszament a szobába, becsukta az ajtót, s a konyhaablakból figyelt. 10 percig semmi sem mozdult. Aztán lassan felemelkedett egy elrongyolódott vasajtó. Riadt egyensapkás fej kémlelt körül az udvaron. Egymás után bújt ki 3 fiatal katona, utolsónak a tiszt, és futásnak eredtek az Attila utcán lefelé. 3 napig nem történt semmi. A kintiek nyilván nem tudták eldönteni, mi történjék vele, és ő élvezte ezt a törvényen kívüliséget, megkönnyebbült tőle, hogy nem jön hozzá senki. Jó párszor azon kapta magát, hogy fütyörészik. 3 nap múlva elfogyott az ivóvize. Ahogy a szomjúsága erősödött, úgy inalt el felhőtlen jókedve. De a kapun nem mert kilépni. Feltételezte, hogy a történtek ellenére sem hagyták őrizetlenül, az is lehet, hogy a ház körül tisztes távolban egész erődrendszert építettek ki. Másnap reggelre szomjúsága elviselhetetlenné vált.
Kiállt a ház ajtajába, és ahogy kiszáradt torkától tellett, üvöltözni kezdett. Eleinte csak személytelenül hallózott, amikor azonban nem kapott választ, Káptalan nevét kiáltozta. De se Káptalan, se más nem jelentkezett. Elgondolkozva nézett a tigrisre. Egy kútig el kell jutnunk. Élni akarok, mondta hangosan. A tigris, mintha értené, nagy lendülettel kifutott az ajtón, a kapunál leült és várakozóan nézett hátra. Makos Gábor utána ment, a falhoz lapulva kikémlelt. Az utca két végén egy-egy tank állt. Na, mondta a tigrisnek. Az állat azon nyomban kiugrott a tankok elé. Tétován körülnézett, vajon merre induljon. Mindkét oldalról lőni kezdtek. A tigris arra rohant, ahonnan az első lövést leadták. Makos Gábor a falhoz lapult, hallgatta az aszfalton megcsúszó lövedékek sivítását. A hangokból igyekezett rekonstruálni, mi történik odakint. A lövöldözés csak pár másodpercig tartott. Aztán meghallotta a felbőgő motorok hangját. Teljes gázzal menekülnek. Elmosolyodott. A tigris visszafutott, leült az utca közepén, és megint utasításra várt. Kikémlelt a fal mögül. A tankok eltűntek. Üres volt az utca. Makos Gábor kilépett a járdára. Visszafojtotta a lélegzetét, úgy érezte, minden mozdulatát fegyvercsövek követik. Elindult a legközelebbi közkút felé. Rádőlt a nyomókarra, arcát a vastag sugárban csurgó víz alá tartotta. A friss víz, a jó levegő és a séta elkábította. Na öreg, szabadok vagyunk, mondta a tigrisnek. Utasi József, tavasz van, kikelet. Vidói szívem, ujjongj, éjjel csoda történt. Tetszhalott fán új lomb híreli a törvényt. Hogy örülne Isten, ha létezne volna? Bejárnánk a májust egymásba karolva, félre minden vakhit, untkáprázat, fét is, tavasz van, kikelet, virágzik a hérics. Vagyok a föld fia, hűségese, döntsd el. Faggatok egy vénfát, de csak zölddel, csönddel. Mindenek ellenére, sietni én sosem siettem. Gondoltam, megvárnak a dolgok. Hiába volt sorsom kietlen, boldog voltam, boldog. És boldog. Ezer dalnak életet adtam, véremet adtam ezer dalnak, pacsirtáljanak a magasban. Örömére ifjúnak, agnak. Vati Zsuzsa, Bereményi Géza versei. Bereményi Géza műfajai. Prózaíró, drámaíró, filmrendező, színházi rendező, dalszövegíró, költő. Verses kötetét a Magvető kiadó ebben az évben jelentette meg. Régi verseket és dalszöveget együtt. Ezzel köszöntötte a 70 éves szerzőt. Versek ezek? Kérdezhetnénk. Hogy lesznek a dalszövegek versekké? Bereményi válasza. Egy barátom javasolta, hogy nyilvánítsam a dalszövegeket versekké. Természetesen átalakítottam, sok formai változtatást hajtottam végre. Az ismétléseket kihagytam, ami kellett, hozzáírtam, és nem mellékesen ciklusokba rendeztem őket, hogy az életművem része legyen, bemutassák az életutamat is.
Az első versekből sok mindent megtudunk a különös gyerekkorról. Így születtem. E világra így jöttem én. Egy gengszter és egy szent, a piacon felnevelt, két régi kereskedők. Piacon tanultam, milyen az emberi fajta. Istennek élve is ölne a szent életért. Elmentem, s hiába tanultam, nem tudok többet, mint ők, a két régi kereskedők. Az 56-os forradalomról a Korvin Köziek című versében beszél. Korvin közben összegyűltek rég a nagyfiúk, fegyvert fogtak 100-200-an, nem volt más kiút. A 60-as évekről a Kádár keringő című verse. A kék Dunának habja véres, vérrel keverten sós az édes. És hogy az ezután következő években mi jellemzi az életünket, mit is mondjunk róla. Bárhogy van, magam adósságba vertem, botlottam életemben, holtomban. Fel vagyok mentve, mit se számít, nincs kamat itt, adós. Oly édes, édes, édes az élet, ha a száj íze sós. A Bereményi által akár élesen, akár költői képekben megfogalmazott gondolatok, szürreál kifejezések, a korra jellemző kultikus szavak, szólások megmaradtak és megőrződtek számunkra. Most Cseh Tamás és Bereményi Géza szerzeménye következik Jós Tamás előadásában. Azt tudták, és nincsen más kiút.
csak összegyűlni a korvin közbe, s lenni nagy fiú. Isten szeme rajtuk épp megállt, fegyvert fogtak kezdeni a bált. Rátámadtak a korvin közre a tankok, fegyverek. Úgy sukta a szomszéd fiú, hogy más ne hallja meg. Rájuk támad az egész világ. Árvák itt nem kezdhetik a bált. Isten szeme mivel éppen rajtuk megakadt, visszalőttek s felnyújtották mind a tankokat. Ruszki árvák égtek fáklyaként, mondjuk ők is megtudták a tényt. A korvin közben énekeltek mind a nagy fiúk. Isten szeme rájuk akadt, aztán tova fut. Más út keres, ronylánra való. Máshol gyújtja az embert és a szót. Újabb tankok jöttek, súgta a nagy fiú. Lőtt árvára újabb árva, és folyt a háború. És a világ sose tudja meg, hogy kik voltak a korvin köziek. Szombat este külbe súgta ezt a balladát. A szomszéd fiú s eltántorgott, és így szólt az anyám. Rongyos ember mind rosszat tanít. Gyertek enni most szokás szerint. Ronnyok égnek, lángjuk ég, végbe csapsul lezuhan. Ezt a képet látom magam, és szombat este van. Korvin köztel árva temető. Öreg Isten, öreg rongyos Isten, öreg rongyszedő, korvin köztel árva temető. A Kossuth díj egy művészi életmű legrangosabb és legszebb elismerése. A kollégák, az est közönsége, a magyar irodalom lelkes hívei és természetesen a magunk nevében is szívből gratulálunk a jelenlévő díjazottaknak, és meg is kérem önöket, fáradjanak ide mellénk. Kis Anna, költő, drámaíró, és Serfőző Simon, költő, prózaíró, szerkesztő, akadémikusok, szívből gratulálunk önöknek, fáradjanak egy kicsit közelebb. Mindkettőjüktől kérdezem, az örömön túl,
Mit hozott az életükbe ez az elismerés? A hölgyeké az elsőbbség? Parancsoljon, Anna. Látom, hogy igen. Hát semmi különöset tulajdonképpen, ami az irodalmat illeti, amit én írok. A személyemnek nagyon sok mindent hozott, hát elismerés. És amilyen rossz természetemben, ott fogom folytatni, ahol abba hagytam. Egyébként a Kossuthdíj előtt is úgy írtam, minthogyha Kossuthdíjas lennék. Vagyis nem a minőségre gondoltam, hanem a tartásra. Ezt nem fogom elveszíteni, azt hiszem. És a világ mindig ad majd témát. Az én sejtéses, balladisztikus verseimhez sajnos mindig lesz téma. Szóval nagyon nehezen tudok megszólalni, mert nagy megtiszteltetés Kossuthdíjasnak lenni, és hát nyilván felelősség is. Már igazából a tudatom valószínűleg még nem jutott el, mert nem ezzel foglalkozom, hanem éppen azzal, amivel mostanában kell, tehát közelülik a könyvét, és hát azokat a könyveket készítem elő a kiadásra, a nyomdába való útjára, amelyeknek meg kell jelenni majd ugye a június közepén valamikor, azt hiszem 9-én kezdődő könyvhétre. Tehát munkába vagyok, és írásra még nem jutott idő. Nem is úgy szoktam én írni, hogy amikor eszembe jut, vagy éppenséggel megszáll az ihlet, ahogy szokták mondani, hanem amikor befejeztem egy munkát, mint mondjuk itt most az előkészületeket, akkor majd elvonulok Zagyvarékasra, szülőfalumba, és ott majd történik velem, ami történik, majd meglátom, nem tudom, hogy mi lesz az. Nyilván szeretném folytatni azt a munkát az irodalmi munkásságomban, amit eddig. A Kossuthdíj pedig, hát remélem, hogy segítségemre lesz, és nem pedig hátráltat ebben a dologban. Annától már tulajdonképpen megkaptuk a választ, hogy nem akadályozza ez a tudat. Őszintén remélem. A hiányos akadályozott, gondolom, a meglétesen végül is az öröm miért lenne rosszabb, mint a gyász? Hát az a felelősség, ami ezzel jár. Hát az a felelősség az akkor kezdődött, amikor én elkezdtem verset írni. Akkor is azt mondták, hogy túlságosan kerekded, amit csinálok, és aki ilyen kereken kezd, mit fog csinálni később? De úgy emlékszem, senki nem írta meg helyettem a verseimet. Most ugyanez a helyzet, ez időnként előkerül ez a kérdés, hogy aztán mi lesz ugyanaz. Köszönjük szépen. Serfőző Simon említette az ünnepi könyvhetet. Milyen új műveikkel találkozhatnak az olvasók a közeljövőben, akár a könyvhéten, akár a Nemzetközi Könyvfesztiválon? Hát én csak szeretném, ha lenne új művöm a könyvhétre. Minden meg is történt ennek az érdekében. Ám ha a kiadó még úgy tudom vacilál, hogy elindítsa-e, pénz kellene hozzá, hát vagy elő tudja teremteni, vagy nem, ha nem, akkor késnek fog a dolog. De hát azok már készen vannak, azok a versek elkészültek, együtt vannak, hát nem romlandók, remélem. Hogyha késnek, mit tudom én, egy-két-három hónapot, vagy fél évet, vagy egy évet, elállnak. És kis Annának? Ha minden igaz, a kortársnál jön egy Suhogások című könyvem. Ez két verses regény tartalmaz. Az első az emberi erőszak a megjelenésétől kezdve, egészen addig, amíg már a magyar történelmet írhatjuk. Két vértestvér tulajdonképpen, két nomád férfiú nekijárad a világnak megtudni, hogy miért is vannak ők. És az az elképzelésük a mesékből, hogy valahol a csendes óceán partján van az ős öreg, aki majd ezt megmondja. Aki meg is mondta nekik azt, hogy majd rájönnek az életük végén, hogy miért is születtek. Voltak éppen erről szól a történet, közben rengeteg
kellemetlenség, komisság történik a világban. Ők ezen mind úrrá lesznek, és végül is nagyon szeretetre méltó végkifejlettel történik. Tehát vagy adok reményt is a keserűségekhez. A másik pedig egy mai magyar zsákfalunak a története, aki a saját nyomorúságából, a saját hajánál fogva próbálja magát kihúzni, és természetesen sikerrel. Köszönjük szépen, még egyszer szívből gratulálunk Önöknek, és engedjék meg, hogy egy-egy virágcsokorral kifejezzük még mindent. Köszönjük szépen. Drága művész úr. Isten éltesse sokáig. Az idén Kossuth nagydíj kitüntetést kapott Makkai Ádám, egészségi okokból nem lehet itt velünk a színpadon, de Jókai Anna soraival felköszöntjük őt is. Következik a gála első részének újabb irodalmi összeállítása, Kubik Anna, Lux Ádám, Nyári Szilvia és Rátóti Zoltán előadásában. Jókai Anna, Makkai Ádámról. Makkai Ádám, Ignác Rózsa Erdélytől messze űzött fia, 1956-tól él a hazájától távol, az ajos Chicago után most Hawaii közhelyszerűen gicses kék ege alatt. Tenger, pálmafák, egzotikus virágok bódító illattal, csillámhomok és szivárvány. Ez a környezet más, gyenge embert a puszta életélvezetbe minden bizonnyal belelustítana. Makkai Ádámmal nem ez történt, nem ez történik. A tomboló napfénynek sem sikerült a szívéből kiszárítania Magyarországot. Világhírű nyelvész professzor, költő és esszéista, aki önzetlenül megjelentette az In Quest of the Miracle Stag című magyar versantológiát, líránk a kezdetektől napjainkig terjedő nagyszabású gyűjteményét angol fordításban. Majd a Csodaszarvas nyomában az itthoniak élvezetére is megszületik. Nem tudom, elég hálás volt-e a magyar irodalmi közvélemény a páratlan nehézségű és ragyogó színvonalú vállalkozásért, de Makkai Ádám érdeme irodalomtörténetünkből kihagyhatatlan. Ő az az alkotó, aki nem csak önnön eredeti tehetségét bontakoztatta ki, de ezzel párhuzamosan egy nemzet teljesítményét is fénykörbe emelte. Kereste, ami a nagy egésszel összeköt, de a sajátosságok fűszeres zamatát is megőrizte. Makkai Ádám nem kozmopolita, a tarkabarkává pancsolt illatú zagyvált nyugati változat, nem internacionalista, a kilúgozott egyéniség szintelen szaktalan keleti típusa, hanem univerzális ember. Alázatos Isten gyermek, földet formáló földlakó, hűséges hazánk fia, szabad akaratában felelős énség. A majdani halhatatlan individuum harmadik évezredbeli előhírnöke. Költészete életfeladatát maradéktalanul leképezi. A bálvány szerepében nem tetszeleg, a patetikus lelkesedéstől és a merev doktrinerségtől kipusztíthatatlan kamaszos kíváncsisága egyaránt megóvja. A jelenlegi ember és világállapotban oly természetes tragikum érzetet a védőruhának használt iróniával oldja. Prózájában, verseiben a fekete lyuk szédítő bénító vonzását ismeri, de szívó hatásának nem enged. Az emberiség makrokozmikus, de még nem önálló tudata után mélyen megszenvedi a már mikrokozmoszba sűrűsödött lény saját értelemre ébredt sorsát, hogy a nagy időben újra eljövendő, kiküzdött makrokozmikus tudat már önálló birtokosa lehessen. Makkai Ádám, ami félresiklott, azt megpróbálja a fókuszba visszahelyezni. A kétarcú rációban, korai versében írja, az életünkbe megértés helyett
betüremlik az értelmezés. Az értelmezéssel bejön az ideológia. Az ideológiával bekúszik a titkos rendőrség. S hogy ezzel mi jön be? Nos, láthattuk a közelmúltban. A történelem közborzalommá vált. A naplók a magánborzalom lenyomatai. Amit az anyamé életre nyel el, a sírgödör a halálba szippantja. A mozgás a pusztán horizontálisban semmit eredményezne. Ha a szellem szüntelen igyekezete feljebb nem emelné a láthatárt végre vertikális irányba. A lehetőség süllyedésre, emelkedésre egyaránt megvan. A kockázat óriási. Ahogy Makkai Ádám láttatja a jövőt, ha elpackázzuk az univerzum által kirót fenséges feladatot, Hanvas Béla Csirihó látomásával rokon, 100 millió év, és pókok, és tintahalak, a sárkánymadár veszi át a selejtté vált bolygónkon az uralmat. Győz, nem az állat, az állatnál állatibb démon. A menekedésnek, a majdnem angyalivá válásnak azonban van biztos útja. A démonival szemben, a fekete lyuk vonzásával szemben az egyetlen antianyag a szent varázslat, Krisztusnak, Jézusban véghez vitt keresztáldozata. A magyar versirodalom egyik legkülönlegesebb misztikumában is, legreálisabb, gyönyörű, érzelmi, értelmi, akarati egységben fogant poémája, Jézus és a démonok imája, Makkai Ádám szellemi végrendelete. A kétarcú sátán, Lucifer és Arimán imája valójában átok. Gyilkosok, terroristák, uzsorások hatalmát dicsőíti. De Jézus megfordítja a rettenetes szavakat. Lásd, könnyű az embert kísértésbe vinni, szabadíts meg ettől, s taníts benned hinni. Arimán, Lucifer, sátánt kötnéd fékre, szabadíts meg Isten a gonosztól végre. Tiéd minden ország, hatalom s dicsőség, örök ámen zeng az angyali dicsőség. A költő az isteni terv munkatársa. Makkai Ádám hisz a költészet az alkotás erejében. Taníts fölénnyel veszteni. Taníts örömmel vérzeni. Mit ért a tankok armadája, hogyha te, cimbora, ránk szavaztál? Látja a hosszú évtizedek sanyarú Magyarországát. Semmit nem szépít, de semmit nem lök ki az emlékezetből. Undor és honvágy miként keveredhet. Szinte csoda, hogy már 1958-ban messzi tájakra szakadva, még félig gyermekként is érvényesen vallja meg vágyát, hitet a szeretett édesanyához, Ignác Rózsához címezve. Újakkal toldva a régi selejtjét, így teszünk helyére minden szent követ. És én lennék ebben a csodás kis országban az új világbeli nagykövet. Makkai Ádám, határon. Futásra kínzott lábainkban görcsbe fagyott a pesti nimbusz. Összeszorított sárga szánkból fagyba lehelt a néma himnusz. Esőtől cuppogó barázdák sarába sírt a barna bakancs, s jajunk dúlt rettegésbe zárták a pisszenések csöndbe. Hallgass! Aztán most merre? Messzi fénypont s egy erdősor, talán az ott. S tudtuk, a csempész vén vigéc volt, ki a mocsárban ott hagyott.
Előttünk fényszóró, mögöttünk borzolt géppisztoly kattogás. Pont a kelepcéjükbe estünk, susogta hidegen a sás. Másod csempészünk zord paraszt volt. Zsebében rum, vasvilla vállán. Hajszolva intett, intve hajszolt, s ha szólt, hasaltunk, mint a villám. Üvöltés. Staj, pasli magyarszki! Lövések, berregő motor, s egy vidám tag. Velük nem szúrsz ki, nyeglén cigarettát sodor. Mindez a nádban. Hasmánt kúszunk, pár méter a csatorna már. Tutaj van ott, vagy át kell úsznunk, s csak akkor jön még a határ. Pár pillanat még. Távolodnak. Óvatosan, szabad az út. S tutajhoz kötelet bogoznak, ki miből épp eszébe jut. Nyakkendő, sál, derékszíj, kendő, gubancol 40 szürke váz. Kuporgásunk riadt, esendő, könnyezteti szemünk a láz. Hirtelen egy jeep berregése közeledik a híd felől, és mindahányan észveszejtve gurulunk át fejetlenül, át a töltésen, be a nádba. Megáll a jármű, villanás, és utána vad, dübörgő, kába, puskaporszagú sorozás, sikító hangok. Földbe vájunk. Ordít az egyik, magyarok! Szerencsétek van, mi nem bántunk, gyertek ki, magyarok vagyunk. Feltartott kézzel sorban állunk, magyar a hadnagy, bízhatunk. Egymás lögdösi fáradt vállunk, talán mégiscsak átjutunk. Mondjuk, hogy romba dőlt a házunk, mondjuk, hogy meghalt Budapest. De már hiába magyarázunk. A hadnagy elvtárs nem ereszt. Davály gitárjával emígyen oktatja honfitársait. Az ember dolgozzék és higgyen, mert jó világ lesz újra itt. Ne féljünk semmit. Enni adnak, és ingyen visszavisznek majd. Életkedvet a méla hadnak, csak semmi forradalmi zajt. És mikor a hadnagy félre nézett, oda súgta egy közlegény. A hadnagy elvtárs bedilizett, az utat megmutatom én. S futásra kínzott lábainkban, a görcsbe fonnyadt pesti nimbusz, oldódni kezdett e szavakra, s kísérte gúnyos, néma himnusz. Boston, 1957. január 11. Kis Anna, vadlúd behely. Mi volt itt? Vadászat? Véres lúd behely a szélben, vándorol lenn a jégen egy véres lúd behely. Mi volt itt? Vadászat? Hajtói erre járnak, hol jégre lát az ablak, a gyertyák megriadnak, kereng a hó az égen, veszélyes tinta kékben. Tüskén túl lenn a jégen vadlút pehely. Tudja a téli sólyom, mi múlik egy kis olmon. Fordul a puszta hegynek, hol a vizek erednek. Magas kősziklánál felnőtt liliomszál nem találja helyét, el akar bujdosni. Mi volt itt? Vadászat? Véres lútpehely a szélben, vándorol lenn a jégen egy véres lútpehely. Mi volt itt? Vadászat? Hajtói erre járnak, hol jégre lát az ablak, a gyertyák megriadnak. Kereng a hó az égen, halálos tinta kékben. Tüskén túl lenn a jégen vadlútpehely. Tudja a téli sólyom, mi múlik egy kis olmon. Fordul a puszta hegynek, hol a vizek erednek. Juharméz vérrel, vérsötét felhőivel vonul az ég. Vonul a méz, a tintakék, átengedi magán a vért.
Madártollán a gyors halál, de végtelen hosszú a nyár. Vonul a méz, a tintakék, átengedi magán a vért. Tojáshéj vándorol tova, két fal között innét oda. A házban tomboló húzat sem éli túl az álmokat. Juharmézvérrel elvetélt felhőivel vonul az ég, vonul a méz, a tintakék, átengedi magán a vért. Madár tollán a gyors halál, de végtelen hosszú a nyár. Tojáshéj vándorol tova, két fal között innét oda. A házban tomboló húzat sem éli túl az álmokat. Serfőző Simon, nem lesz kegyelem. Szétszóródhatunk, mint madarak a kavargó messzeségbe, szélbe. Elfogyóban, maradék magunkban sodródhatunk Európa út szélére. Dajkánk, e fölnevelő föld is ellenségünké válhat. S odadobhat más népek martalócainak, martalékának. Kegyelem, sem kímélet nem lesz? Ami miért is lenne? Ha mi magunkat pusztítjuk, más miért ne segítkezne? Ha a szél innen csak a lemondás, romlás állott szagát hordja, könyörületre nem számíthatunk, csak megvető szánalomra. Szedelőcködik. Félreesőn, széleine hazának, vidékek zugaiban, legalján hálódnak, csöndesülnek el öregeikkel a megüresedő, jövőből kitagadott falvak. A csülöknyom partokon útjai világgá mennek, elbitangolnak. Gödrei kilukadnak, mint a vödrök. Elhagyott istálóik szaga bődül el az ajtókban. Elköltöztették holnapjait, mint az iskolát. Harangszó is a szomszédból jön, mint az orvos néha. Nincs gyógyítója máskor. A betegség, fájás hiába jajgat. Szedelőcködik innen a nép, a városi dobozolt életbe, s másfelé. A kutyaugatást szabadon engedi. Elpotyázza vagyonkáját, csak hogy vigyék. Múltját elcsapja, mint a barmot. Ott hagyja temetőjét. A felhőkkel fellobogózott tájról, ahol az élet makacsul maradna, elszáll az életkedv, mint a madár. Üres galambdúcokat szaglász a szél, amikből a lukak is elröpülnek már. Az est első részének végén, a szünet előtt ismét Cseh Tamás és Bereményi Géza dalait hallhatjuk Jós Tamás és Hegyi Norbert előadásában. Négy napja már, hogy nem ettünk, mikor Lee Van Cleef csak ennyit szólt. Hey, 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 hey. Lee. Ilyen fiú. Hogy átmentünk a városon és lőttek ránk, csak ennyit szólt. Hey, 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 hey.
ilyen fiú. Oregonban, hol vállon lőtték, bár látszott rajta, hogy fél nagyon, csak ennyit szólt, hey! Hey, 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 hey. Ilyen fiú. Egy utca sarkon megdögleni, hogy előre küldesz négy másikat, hey! Hey, 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 hey. Ilyet. Ilyet csak Lee tudott. Már messziről tudtuk, hogy ő érkezik. Így csak Lee van Cliff, Loma Lee. Marley, Charlie, Ombre és Dick. És a többi is mindössze néz. Igen, Lee van Cliff, ő érkezik. Így csak Lee van Cliff, lovali. Fort Kennybe egy szép napon összekötözve érkeztünk, hely. Hey, 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 hey. Lee-t vitték elől. A tenyerük élével ütötték a torkát, és a pofámba hordított mindegyik, hogy hey, nézd! Hey, 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 hey. Hey, nézd, nézd! Lee, hagyja magát! Elvették rég a pisztolyát, és kötéllel húzták egy ló mögött, hely. Hely, 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 hely. És Lee hagyta magát. Phil Kearney legyen átkozott, hol az égő perzselő napon, hely. Hely, 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 hely. Lee. Földre kerül. A Kearney baj az, ne kerülj elé. Hol Lee van Cliff, a perzselő napon áll. Barnikol, Charlie, Andre és Dick. Igen, Kearney az, hol eltűnt Lee van Cliff. Hey, 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 van Lee, hol lehet? Hey, 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 van Lee, hol lehet? Hey, 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 van Lee, hol lehet? Északra iszkolt, mint a beteg kutyák, egy lucskos telet átvacogni, hely. Hely, 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 hely. Négy beteg kutya. Egy utcasarkon átsorogtunk, mikor karomba markolt Dick, és azt mondta, hely, nézd! Hely, 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 hely. Hely, nézd, nézd, nézd! Ugye Lee az ott, hely? Fényképész lett, az járta róla, nevettünk, ha ez szóba került. Hey, 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 hey. Nem. Hát ez nem lehet Lee. Utána szóltunk, de elsietett. Sosem felejtem el azt a csinos zakót. Hey. Ennek vége van. Thank you.
meg dögleni. Lee Van Cleef tudta ezt remekül. Málika, Charlie, Andre és Dick. Nézd, ahogy a sarkon áll egyedül. Long, 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 long.
Long, long.